Szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, Vanessa, először is. Szívből gratulálunk. Hát ez valami hihetetlen nagy élmény. Így van, vasárnap voltunk vizsgázni, és Vanessa elsőre levizsgázott. Szuper jó. És saját autóval mentünk. Tehát ugye lesz miről bőven beszélnünk, hogy hogyan is jutottunk el ide, hogy hát itt az Egyesült Királyságban elsőre levizsgáztunk. Magyarok vagyunk mind a ketten, hogy engem ismernek már rég, de ön nem. Tehát először találkoztak, és öt kis hibával. Tehát itt teljesen arról szól a dolog, hogy ugye hogy vezetünk, nem arról, hogy most honnan jöttünk. Vanessa, hogy történt? Kezdjük onnantól az elejéről egyébként, hogy elkezdtünk vezetgetni együtt, de aztán ugye ön mondta nekem, hogy közben ők a férjével már gyakorolnak. Igen. Hát mi már egy éve vezettünk a párommal, de teljesen más volt, amikor beültem Zsolt mellé, mert mi mentem csak a fejem után, azt se tudtam, hogy vannak tükreim, vagy nem is tudom, és amikor Zsolttal elkezdtem tanulni, teljesen más univerzum, és annyira biztonságos volt. Most is nézek, de mindig, utána nem is tudtam, hogy nem léteznek. Megmaradtak a jó igen, szokások, a tükrök azokat, na, azok nagyon fontosak. Uh-huh. Minden, és tényleg nem tudtam parkolni normálisan, hogy például ezt a paralel parkingot. Hogy Zsolt egyszer mondta, hogy kell, azóta benne van a fejembe, és csak úgy csinálom. Uh-huh. Minden. Szóval ez teljesen más univerzum. Uh-huh. Ami nagyon ügyes volt kettőjük között, mert ugye arról beszéltünk a kedves férjével is, hogy amikor mi találkoztunk, ugye 2 óra között a következő hétig önök azt gyakorolták, amit én mondtam, hogy mire kell figyelni. De tulajdonképpen ezáltal sokkal rövidebb lett a felkészülési időben, nem az volt, hogy nekem kellett órákon át, heteken át gyakoroltatni, hanem ők nagyon sokat dolgoztak a férjével, amiért köszönjük szépen, mert a férjének is, mert ez egy csapatmunka volt, hogy nagyon ügyesen kijavították. Ugye biztonságos volt ön, amikor találkoztunk, hisz akkor azért már vezetett régóta, csak ugye más dolog az, hogy biztonságosan vezessünk, meg hogy a vizsgabiztosnak a szemében, ugye azt szoktuk mondani angolul, hogy a textbook könyv szerint. Igen. Nagyon ügyes volt egyébként, tényleg gratulálunk, mert nagyon szorgalmasan dolgozott, sose törölte az óráit, szuper ügyes volt, és azzal sincsen semmi baj, hogy az angolunk nem tökéletes, ugye? Tehát ez nagyon fontos, hogy ugye mondtuk a vizsgabiztos is ezért vissza lehet kérdezni, megerősít, akcentusa is volt a vizsgabiztosnak, de ugye, mint mondtam, hogyha nem arra megyünk, mert a vizsgabiztos mondja, mert mondjuk félreértettük, azért nem büntetnek meg. Nem. Az a lényeg, hogy biztonságosan csináljuk. Na, és akkor hogy volt a vizsga? Elkezdtük a vizsgát, hogy akkor halljuk önt is, ne csak én beszéljek. Nagyon izgultam, és nem tudtam, hogy fejezzem ki magam, de nagyon rendes volt így a vizsgabiztos, hogy elismételte többször is, hogy merre kell menni, és amikor oda is értünk, még akkor is mondta, hogy hirtelen kell majd fordulni. Így van. Hogy hirtelen lesz a jobb oldali, a körforgalom, a minden. És ettől féltem én, hogy nem leszek nekik szimpatikus, vagy neki szimpatikus. Hát, és fiatal csinos nő, hogy ne lenne szimpatikus mindenkinek. És akkor, de utána elkezdett megváltozni a hangneme. Bizony. Nem igazán figyeltem rá, de Zsolt, amikor vége lett a vizsgának, akkor mondta, hogy a 10 perc után, vagy 15 perc után megváltozott a hangneme, a hangszíne, és sokkal normálisabb, kedvesebb is lett, és nem foglalkozott egyáltalán azzal, hogy én nem beszélek olyan jól angolul, vagy hogy nem értem, amit mond. Azt mondta, hogy menjek el akkor balra. Már én arra pozícionáltam, arra indexeltem, és nem mondott semmiről. Így van. Tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy az első 5-10 perc, amit mindenkinek mondok, az olyan, mint egy állásinterjú, hogy jó benyomást kell tennünk. Az elején ő is izgul, persze, mert ráadásul ugye nem az én autómmal voltunk, tehát lehet menni saját autóval, ha valakit érdekel, szívesen elmondom egy másik helyen, hogy hogyan. Tehát ugye neki nincsen fék. Tehát ő neki az első 5-10 percben nagyon jó kell vezetnünk, hogy azt mondja, hogy oké, akkor megnyugodhatok, mert itt nem lesz baj. És akkor meg is nyugszik, nagyon láthatóan onnan hátul, mert ilyen hátul ültem, hogy akkor teljesen megnyugodott, nézegetett ki, követte a szatnavot, oda se figyelt, hogy mit csinál ön, mert annyira jól vezetett. Szuper ügyes volt, nehéz volt egyébként, tehát annak ellen, hogy vasárnap volt, hogy a Redicsbe vagyunk, és azért ott a bevásárlóközpont környékén ott azért voltak rengetegen, és nagyon rossz helyeken mentünk egyébként, tehát olyan hirtelen éles kanyarok voltak, a Redics az nagyon ilyen bukkanos, szuper ügyes volt a kontroll, mert ugye ez egy manuális autó. Tehát elkezdtük, mentünk, mi volt a feladat, miket kellett csinálnia? Ha még emlékszik, mert ugye az ember hirtelen elfeleg minden. Nem volt emergency stop, tehát nem volt vészfékedés, azt mindig mondom, hogy az egy lehetőség. Tehát azt nem biztos, hogy fogunk csinálni, nem csináltuk ma, annélkül le tudunk vizsgázni. Nem, én attól voltam megjelve, többször félreállított a, hogy pull up on the left hand side, hogy vagy balra álljak le, és mindig attól voltam megijedve, hogy állok meg,
hogy mikor, és hogy nézem a tükröket, meg nézek körül, de azt megcsináltuk, hogy háromszor vagy négyszer legalább. Igen, 3-tól 5-ig neki meg kell állítania, hogy azt igen. nézi, hogy hogyan csatlakozunk vissza a forgalomba. Igen. Volt egy hely, amikor mi történt, az egy nagyon, nagyon jó volt, ott imádkoztam hátul, csak van ezt, ne veszítse el a türelmét. Rossz sebességbe raktam, amikor el akart indulni. Ja, igen. És akkor semmi, mondta, hogy ja, sorry. Igen, én mondtam. És ugye így van, tehát van ezt, mondta, hogy nem sikerült így elindulni, de nagyon szuper volt, mert ugye csináltuk ezt már rengeteget a gyakorlat folyamán is, hogyha ez történik, akkor nem kell megijedni, hanem akkor újból kell kezdeni az observálást. És ott vártunk 3 percet, mert annyi autó jött. És azon izgultam, hogy nehogy elveszítse a türelmét és kimenjen. Tehát szuper ügyes volt, igen. hogy tehát ha hibázunk, de jól kijavítjuk, abból nincsen semmi bajunk. Emlékeztem, mit mondott Zsolt, hogy mindig akárhányszor valamit csinálok, utána újból megint uh-huh. körbe kell nézni, és erre emlékeztem, és akkor ez kicsit segített, hogy uh-huh. szuper ügyes elinduljak. Volt. Aztán utána a szatnavat bekapcsolta, uh-huh. ide rakta, és teljesen ismeretlen helyre vitt igazából. Ő párszor jártam ott, de nem gyakoroltam annyit, mint a uh-huh. többi úton. Meg voltunk, amikor este voltunk ott, meg, ugye, igen, mert sötétbe. Ugye este tudtunk találkozni igen. csak munka után önnek. Igen. Uh-huh. Volt gyors forgalom is, tehát voltunk ja, 70-es tényleg, úton igen. is, tehát mindenhol, ahol lehetett, ugye a vizsgabiztos az a célja, hogy a tanulót megnézzék minden szituáció. Belvárosban, kis utcákon, nagysebességi útvonalon, olyan vidéki úton voltunk, hogy ja. éppen egy autó fért igen. volna el. Igen. A Jalkaricsen is voltunk 70-esen, és akkor volt egy tolatás, mit kellett csinálnunk? Paralel parkingot uh-huh. kellett csinálni, és ott is megijedtem, mert hozzám megszólalt, hogy még egy kicsit menjünk még hátra uh-huh. hogy könnyebben tudj kijönni, uh-huh. és ott megijedtem, hogy úristen, akkor itt most elrontottam, én most nekimentem az autónak, én nekimentem a patkának, mert egyszer éreztem. Valamit éreztem. Amikor egyszer megálltunk egy picit igen. hozzá is surlottunk a patkához, de ezzel nincsen baj. Tehát ezzel nem fognak minket megmutatni. Igen. A következő volt a szituáció, akkor már ő a segítő módban volt. Tehát megcsinálta nagyon ügyesen a parkingot, egy nagy autó volt, tegyük igen. hozzá, elég nehéz volt, és egy kicsit a domb tetején, tehát lejtővel is kellett dolgoznunk. És ugye megcsinálta a tolatást, nagyon ügyes volt, de közel lett volna ahhoz, hogy kimenje, és csak segítőképpen mondta a vizsgabiztos. Gondoltam, hogy akkor azt érzi, hogy igen. valamit elrontott. Csak mondta, hogy Vanessa, please reverse back a little bit more, help yourself to get out. Igen. Tehát azért, hogy ne legyen annyira közel, tehát csak azért segített, és nem rossz indulatból. Utána már mentünk visszafelé a vizsgaközpontba. Akkor ő ott segített, uh-huh. kikapcsolta a szatnavot, és segített nekem, hogy merre kell indulni, merre uh-huh. kell menni. És akkor ott annál már megnyugodott egy kicsit ön is. Nagyon érdekes volt, hogy mentünk vissza, Redics vizsgaközpontnak van parkolója. Igen. Hogy mentünk be, már lehetett látni messziről, hogy ott volt egy család, nem tudom, mit igen. kerestek ott. 2 kisgyerek szaladgált a parkolóba. Senki más igen. nem volt, a 2 kisgyerek szaladgált. Úristen, mondom, azt kell még most nekünk, hogy itt az utolsó pillanatban ezeket a gyerekek szaladgáljanak, de szerencsére anyuka apu megfogta a kezét. Igen. 2-3 éves gyerekek voltak, és nagyon szépen lassan ment, mert ugye előfordulhat, vigyázzunk rá, hogy az utolsó pillanatban azt gondoljuk, hogy szuper jók voltunk, biztos levizsgáztunk, és akkor kezdünk egy kicsit lazítani, és akár még a parkolóba is meg lehet bukni. Igen. Felpont mondta, hogy amelyik helyre akarok, álljak be. Végén. Uh-huh. És még ott is gondolkozni, hogy úristen, mi lesz velem? De utána mindenhol körülnéztem, ugyanúgy uh-huh. a tükröket használtam, hogy valami legyen. Az már egyébként csak nem a vizsga része volt, tehát a végén mondja a vizsga biztos, hogyha már ugye a paralel parking volt a vizsga igen, része. Igen, igen. A végén szokták mondani, hogy nem mondta, mert nem akart ön bezavarni, igen. hogy ilyenkor már csak álljon be, Vanessa, ahova akar, ez már nem a vizsgának a része. Igen. Gratulálunk még egyszer, Vanessa, mi lenne a következő tanácsa annak, aki megy vizsgázni? Ugye nem mindenki Birminghamben van, tehát nem mindenki tud hozzám jönni. Egyébként erre van nekünk a DVD-nk, tehát hogyha valaki ebből akar tanulni, ugyanaz történik, hogy elmondom, mit kell csinálni, és akkor a jót kell otthon gyakorolni, tehát magyarul, és ez teljesen jó fölkészít a vizsgára, meg van a CD-nk az elméletre is magyarul, hogy mit javasol annak, aki mondjuk máshol van az országban, és oktatót keres meg, hogy mire figyeljenek? Hogy megéri fölutazni. Az egyik az lenne, a második, hogy... Persze voltak, akik Walesből is jött hozzám, igen. meg London, Manchester, igen, de most tényleg, aki nem tud eljönni, hogy mit mond annak, hogy keres egy helyi oktatót, hogy mire figyeljen? Nagyon sokat gyakoroljanak, uh-huh. nagyon sokat nézze a tükröket, uh-huh. és fel a fejjel. Nem, uh-huh. nem tudom, mindent, amit bele tudsz adni. Ne siess, én siettem az elején nagyon. Úgy mentem be a körforgalom, mint hogyha kilőttek volna, és ezt is segítette Zsolt, hogy lassan közeledjünk. Uh-huh. Sokkal könnyebb úgy megállni, de tényleg amúgy. Uh-huh. És... ugye, amikor csináltuk az első mock tesztet, akkor az kijött, hogy van ezt. Tehát amire nagyon kell figyelni, többieknek is mondom, hogy
A vizsgabiztos nem azt nézi, hogy hány mérföldet fogunk megtenni, hanem az, hogy milyen biztonságosak vagyunk. De mindannyiunkban benne van ez, hogy most sietnünk kell, gyerünk, szaladjunk, mert akkor látja a vizsgabiztos, hogy jól vezetek. Ez így van, ez teljesen rá illet, van ez. De ezért csináltuk az első mocktesztet. Tehát ha valakivel mennek vizsgázni a többiek, csináljanak mocktesztet, de ne egyet, és ne az utolsó pillanat, legyen 2-3-4-5 mocktest, mert ugye az elsőn látjuk, hogy mit kell figyelni, aztán a következőn kijavítjuk, aztán csinálunk egy újabbot, tehát ez nagyon fontos, hogy meglegyen a tematikája. Mocktest, igen. Uh-huh. Én amúgy ettem a vizsgálat egy banán. Helyes. Szerintem amúgy használ. Tényleg. Nagyon jó, és nem telít el, nem is jó, és tényleg. Ezt szoktam mondani, így van, együnk egy csokit, vagy egy banánt, ami az agyunknak kell, ugye az energia, ez nagyon fontos volt. Amikor először találkoztunk, úgy mentünk át parkoló autók között, hogy nem így kapaszkodnunk kellett. Mit mondtam Vanessának? Ez nagyon fontos, hogy próbáljuk meg életszerű helyzeteket elképzelni. Vanessának van egy 6 éves kisfiú, gyönyörű kisfiú, Matyi. Hogy mondtam Vanessának, arra gondoljon Vanessa, hogy a gyerekek kiugorhatnak az autók között, hogy a Matyi ott játszik. Onnantól kezdve egészen másként vezetett. Igen. Tehát fontos, hogy elképzeljük, hogy mi lehet a legrosszabb helyzet, és akkor arra készüljünk föl, mert ha ott kilépett volna egy gyerek az elején, akkor nem tudtunk volna megállni. Volt olyan, hogy csak 20-15-tel tudtunk menni, mert parkolóautók voltak végig kettesbe. A vizsga biztos nem azt nézi, hogy milyen gyorsan megyünk, hanem azt, hogy ha valami baj van, meg tudunk állni, vagy sem. Nem érdekelte, hogy itt 30-as tábla van, hogy biztonságosság miatt kellett menni 15-tel? Így van. Mennyi? Igen. Viszont, hogyha meg gyorsforgalmi úton vagyunk, tehát ha nincs rá okunk, akkor viszont ott haladni kell. Ott tehát arra is figyeljetek, vagy figyeljünk, nehogy az legyen, hogy ha most akkor vizsga van, akkor sokkal lassabban megyek, mert abból nem lehet baj, abból is lehet baj. Tehát ha túl lassan megyünk, és nincsen rá indokunk, azért is megbuktatnak minket. Igen. Úgyhogy még egyszer szívből gratulálok, van-e valami tanácsa következőnek, azon kívül, hogy sok sikert kívánok mindenkinek. Sok sikert, és gyakoroljatok. Kitartással. Oké. Okay. Köszönöm még egyszer, Bence, hogy minket választott, vagy engem választott. Köszönöm. És akkor, ha valakinek kérdése van, szívesen segítünk, mondom, nyugodtan lehet jelentkezni, és akkor a DVD-ből ugyanúgy meg lehet tanulni, anélkül, hogy én velem találkoznának. Jó? Sok sikert a vizsgázokon, és akkor további szép vasárnapot, köszönöm. Mert vasárnap is lehet vizsgázni. Nem sok helyen van vasárnap vizsga egyébként, tehát ne gondoljuk azt, hogy jó, akkor most mindenhol tudunk menni vasárnap. Egy elutri volt. Így van, csak egy gyors információ, ez úgy működik, hogy a vizsgabiztosok hétfőtől péntekig dolgoznak. A vizsgabiztos a központnak a menedzsere néha azt mondja, fiúk, lányok, akartok túlórázni? És azt mondják, hogy igen, szívesen dolgozni, ettől drágább egyébként vasárnap, meg szombaton a vizsga. Azt mondják, hogy szeretnének túlórázni, akkor megnyitnak helyeket, és azt mondják, hogy na, most hirtelen lett Redisbe, szombati vasárnapi időpont. Tehát ezek nem a normál időpontok, tehát lehet figyelni, hogy melyik vizsgaközpont esetleg nyit meg helyeket hétvégén. Még egyszer sok sikert, élvezik a vasárnapot, és gratulálunk még egyszer, Vanessa. Nagyon ügyes volt, megérdemelte. Köszönöm. Viszlát, sziasztok. Viszlát.